hogy tudatunkat össze ne keverjük, az Om Nam mantrát kezdetnek 7-szer recitáljuk el, ez az egynaposoknak, mondom, ez a tiszta univerzum mantrája. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a szép dharma beszédre. Találkoznak itt az egynapos zenesek, találkoznak itt az elvonulók, találkoznak itt rezidensek, találkoznak itt nem rezidensek, de hát ahogy a belga zenekar mondaná, zenbuddhisták, szevasztok, rezidensek, szevasztok, stb. Nagyon örvendek annak, hogy egy ilyen közös dharma beszéd van, most már a hallgatóság közös, mert így legalább egy kicsit az egymás kezdő szellemét egy kicsit így tudjuk polírozni. Ugye a zenben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes pillanatot úgy éljünk meg, mint az első lenne, és akár az utolsó is. De érezzük ezt, hogy ugye kezdő paradoxonnak, hogy mindig kezdő szellem újra, meg újra, meg újra, ugyanakkor kitartás hosszú éveken, hosszú életeken, a mahakalpákon át egyfolytában törekedni. Ez a kettő úgy néha vagy erősíti, vagy kioltja egymást. Ugye azt észrevettük már, hogy ha valamit sokáig csinálunk, és odaadóan csinálunk, akkor egy idő után benne megjelenik a rutin. Viszont egyre jobbak leszünk, hogyha még újabb és újabb energiát teszünk bele, és rajtunk múlik az, hogy ebből a rutinból, ebből egy elerőtlenítő és kiégető monotónia következik, vagy pedig egy egyre mélyebb és egyre frissülő jelenlét. És ez az, amiben például a régi gyakorlók és az új gyakorlók így tudnak egymáshoz viszonyulni. Mert a régi gyakorlók is azt gyakorolják, hogy pillanatról pillanatra ezt a pillanatot, ezt most tartsuk tisztán, és újra, meg újra, meg újra, és aki pedig most kóstol ebbe bele, az szintén ezzel találkozik, és akkor melyik kezdőszellem a jobb? Amikor egy ilyen kérdést felteszünk, már eleve el is vesztettük a fonalat, ha elkezdünk hasonlítgatni, ha elkezdjük a saját gyakorlatunkat hasonlítgatni másokéhoz, már rögtön érezzük, hogy valami nincs rendben. És mi az, ami nincs rendben? Hát azt, hogy nagyon szeretnénk az olajat valahogy a vízzel összekeverni. Nagyon szeretnénk, hogyha amit elmondunk 500 000-szer, hogy tapasztalható, de nem elmondható, nem szavakba önthető. Jó, de mégis hát, ha szavakba önthető. Hát, hogy mégis azért egy kicsit azért mondjuk el. És erre valók a dharma beszédek is, hogy egy picit így megnyugtassuk, vagy picit kinyissuk, vagy picit elaltassuk ezt a kognitív, ezt a intellektuális kíváncsiságot. Most te, Péter, elhallgatok.
háromféle mozgást végeztem egy bottal, és hát csodálkoznék, ha csak háromféle gondolat jelent volna meg tőle a tudatotokban. Na most akkor ez a bot hibája, a bot nyeresége, vagy a tudatotoké. Ugye így teremtjük újra meg újra azt a nem tudót, amit kezdetben észre se veszünk. De hát ez, azt mondom, hogy bot, megnyugszok. Azt mondtam, hogy bot. Most már megvan. De hát most akkor ez a bot. Vagy ez a bot. Vagy ez. Attól még, hogy intellektuálisan adunk neki egy nevet, adunk neki egy definíciót, ugye magyarul meghatározást betesszük határok közé, mintha ettől így fogjul is ejtettük volna. És hát ez kérem szépen előbb-utóbb illúziókhoz vezet, és ezek azok az illúziók, amiket aki már idáig eljött, valamelyest felismert, és aki már elkezdett gyakorolni, az valamelyest érzi, hogy miről van szó, hogy ezeket valahogy fel kéne számolni. És minél jobban kitisztítani azt a teret, ami nem jó, nem rossz. A nap nem jó, nem rossz. A nem tudomat kell erősíteni, hogy mi van a térben. Egyetlen egy porszemen elgondolkozunk, egyetlen egy porszemre csak ránézünk. Most az elgondolkozást ugye én gondolatba lecseréltem. Mert folyamatosan én is csekkolom itt magam, hogy a megfelelő fogalmat, a megfelelő helyes szituációt, a megfelelő térbe helyezzem el, de hát érezzük, hogy újra és újra hibázok. Megszólalni már hiba. De hallgatva, tehát csendben maradni néha az is hiba. És mikor, melyik a kisebbik hiba? Hát nem tudom, térjünk vissza elé. És próbáljuk meg csak úgy megvizsgálni azt, ami elérhető. A lélegzetünk elérhető, a kezünk, lábunk elérhető. Az étel, amit megeszünk, elérhető. Az emberek, akikkel találkozunk, elérhetőek. Próbáljuk meg ezekben az egyszerű, tiszta szituációban megnézni, hogy a tér hogy viselkedik. Hogyan foglaljuk el a teret? Mi foglalja el a teret? Mert nem csak ez a test foglalja el a teret, hanem a test mellett még egy csomó energia, csomó információ beszüremkedik. Hát attól még, hogy a levegőt nem látjuk, attól még az úgy ott van. Ezt azért azt hiszem, hogy nem kell bizonygatni senkinek. Innentől fogva megkérdőjelezhetjük azt, hogy amit eddig mi érzékelhetőnek tartottunk, sőt valóságnak tartottunk, az akkor úgy mennyire frankó. És hogyha már ez a kíváncsiság, ez a mi ez a kérdés feltevődött bennünk, onnantól már csak az a dolgunk, megállítsuk a tudatot, egy helyben tartsuk, és szépen várjuk meg, ahogy szépen cseppenként feltelik üzemanyaggal ez az avatár, és szépen átvilágítja magát. És a végén el is tűnik. És akkor marad a tér, marad az igaz önvaló. Szép mese, most találtam ki. De vajon ebből nektek mi az, ami hasznos lehet? Mert hiába végzünk el egy orvosi egyetemet, hogyha utána nem gyógyítunk meg vele egy embert sem. Aztán ez is eléggé józan paraszti észtel felfogható. Az is felfogható, hogy a fejlődésünk nem áll meg azon a ponton, hogy megtanulunk beszélni, hogy megtanulunk valamelyest kommunikálni. Ugye ott kezdődnek általában a bajok. Amikor túl sokat kezdünk tudni.
Ez a zen körben ugye 90 fok, ahol halmozunk, ellentétekben, gondolkodunk, és akkor rájövünk, hogy ez nem elég. És elkezdünk valami olyasmi után kutatni, amiről úgy tényleg szól az élet. És ez a tényleg, ez tapasztalható, de megfoghatatlan. Ez a tényleg, hát olyan tényleg, hogy egy-egy szempillantásban, egy-egy emberi mondatban, vagy akár zenében, vagy akár felkelő napban, most ami eszembe jut, bármiben megtapasztalható, és hogy egy gyakorlatot végezzük, elmondjuk, hogy nincs olyan, hogy nem gyakorlat. Minden gyakorlat, azaz minden lehetőség arra, hogy elérjük a felébredést. Minden, ugye a por és a lényeg áthatják egymást. Mostanában ez az mondat, ami vissza is visszatér, hogy a por, egy porszem és az univerzum hogyan hathatják át egymást. Ha ez tiszta, nincs por, nincs univerzum. Mit hozol létre? Pillanatról pillanatra, aztán évszázadról évszázadra, családról családra, nemzetről nemzetre, országról országra, bolygóról bolygóra, aztán a többit meg már hagyjuk. Éppen elég, hogyha ezt itt tisztán tartjuk. Remélem, hogy akik ma voltak először itt gyakorolni, azok legalább egy fuvintásnyira megélték azt az irányt, azt az értelmet, ami miatt ezt érdemes csinálni. Remélem, hogy akik itt vannak elvonulni, azok kaptak újabb motivációt arra, hogy folytassák az utat. Most pedig, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor szívesen fogadom, és igyekszem rá válaszolni. Hogy lehet a karmát kitisztítani? Milyen karmát akarsz kitisztítani? Például nekem az apámmal van problémám, mármint, hogy ő már nem él, de nagyon sok mindent hagyott hátra, sok rossz dolgot is, néhány jó dolgot is, és hogy úgy ennek a hatásáról szeretnék kikerülni, hogy is mondjam ezt a... Például van egy olyan, hogy ezt az önszabotást, hogy valamit kitűzök egy célt, meg akarom csinálni, és saját magamat elgáncsolom. Hogy ezektől hogy lehet például megszabadulni, vagy ez egyszerűen csak a gyakorlás kérdése és az idő kérdése? A gyakorlás például ilyen rálátásokhoz elvezethet. És ez azért jó, mert akkor tudsz dönteni, hogy ezzel az egésszel mit kezdj. Egyébként erre a konkrétumra, amit te kérdeztél, erre van egy külön szertartás, nevezetesen az őstiszteleti szertartás, ahol visszamenőleg az ősöknek a, úgymond a karmáját, azt úgy megpróbálják rendbe tenni, hogy ne éljenek rajtunk keresztül a halottak. A halottak maradjanak halottak. És azok a tendenciák, amiket összegyűjtöttek, ez főleg mondjuk családon belül ez nagyon, nagyon érvényes tud lenni, azokat, ez nem jó, nem rossz, tehát az, hogy karma, ez, hogy tisztítjuk a karmát, ez olyan divatos, hogy tisztítjuk. Nem kell a karmát tisztítani, a karmát használni kell. De ahhoz, hogy használni tud, tisztán kell látni. Tehát a karma az magában nem jó, nem rossz, nincs öntermészete, hanem mi adunk neki energiát. Az, hogy például levegőt veszünk, az is karma, és hát ezzel létrehozunk azt, hogy ez a test azért még él egy darabig. Az, hogyha te ráláttál már egy működésre, ha már átláttad, akkor elég nagy térbe tudtad helyezni, talán éppen a gyakorlatod által, hogy el tud dönteni, hogy egyrészt felismerd, amikor jön, tehát minél messzebbről, minél korábban felismerd a jeleit, és hogyha felismerted, akkor meg tud azt használni. Akkor is úgy, ahogy kell. És azért ezeket egyébként különböző más technikákat, tehát hogyha mondjuk
terápiára mész, az is jó, pszichodrámára mész, az is jó, családállításra mész, az is jó, csak mellé, tehát ezek mind olyan dolgok, amik tudnak segíteni, csak nagyon érdemes mellé egy ilyen praxist tenni, mint amilyen a zen, ahol a felelősség azért a te kezedben van. Tehát nem fogják se a pszichoterapeuták, se a dharma mesterek egyébként helyetted semmilyen problémádat megoldani, és nem is kell egyébként problémát megoldani, hanem a helyére kell tenni. Ugye van a kisgyerekeknek az így, van egy kör alakuluk, van egy 8-szög alakuluk, és van egy 3-szög alakuluk. És a kisgyerek az bizony-bizony a kört, azt, a hengert, azt a 8-szögűbe azt próbálja elég sokáig beletömözkölni, és mi is ezt csináljuk sokszor. Okosabbak akarunk lenni, mint a bútor összerakó prospektus, hogy most ne emlegessek márka neveket. Tehát, hogyha így egyben tartjuk, egy idő után a feszkók mentén valahol elkezd repedezni a szerkezet, elkezd súrolódni, elkezd fájni, elkezd nem jól működni, és tulajdonképpen csak az lenne, hogy vissza kell az egészet a gyökerekig bontani, hogy honnan indul, mi ez, honnan jön, például ez az önszabotás, például mit jelent háborús élmény, mi ez, amikor nekem is nagyanyám még jött a háború, és akkor úgy egy csecsemővel, plusz még két másik gyerekkel, lovasszekéren, kézdi Szentlélekről, Egerbe. Az azért úgy nem lehetett egy sétagalop. És ezeket az érzéseket, ezeket nem kell, hogy átvigyük. Ugye Popper Péter is emleget ilyen lenyomatokat, hogy a családban volt egy ilyen szabály, hogy nem szabad lerakni a kabátot a kárpitos kanapéra. És ez ilyen szabály volt, és mindenki betartotta, és egyszer valaki megkérdezte, hogy ez miért van, hogy nem szabad lerakni. És kiderül, hogy valamikor 2-3 generációval korábban ugye valaki egyszer rárakta, és akkor az tetves lett az a kanapé, és utána senkinek nem engedte rárakni a kabátot, és az ok ugye kijött mögül le, viszont a jelenség megmaradt. És nagyon sok mindennel ezt csináljuk, hogy már régen megszűnt az az ok, ami anno azt a működést esetleg megokolta, tehát úgymond, most mind az a szó jut eszembe, hogy justifikálta, de ez egy rossz magyar szó, tehát hogy igen, megokolta, tehát valamikor érvényessé tette. És akkor megmaradnak a minták, ami mögött már a működési elv már eltűnt, és akkor rátesszük olyan szituációkra, amikre nem kellene. És hogyha ezt átlátod, hogyha ezt már észreveszed, akkor már félig már ugye nyert ügyed van. Ugye az a legnehezebb a gyakorlatban, az a legtaníthatatlanabb ember, aki nem veszi észre, hogy ő szenved, tagadja. Ja, van Örkénynek az a kis egyperces novelle, hogy szia uram, hogy vagy, ta-ta-ta-ta-ta-ta, jól vagy, nagyon jól vagyok, és azok mik a földön? Ja, azok a beleim. Tehát ezt ugye eljátsszuk sokszor. Tehát karmát nem kell tisztítani, meg kell találni annak a megfelelő működését, a megfelelő helyét. Az karma, mint olyan, a működés nem jó, nem rossz, bizonyos szituációkban nagyon jól tud jönni, akár egy szabotázs is. Csak nézd meg, láss rá. Pillanatról pillanatra tartsd meg a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot, és ha az megvan, hát akkor már látod helyesen a szituációt, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. És a karma pedig viselkedik, ahogy te viselkedteted. Ja, van az a most az internetes bölcsesség, hogy vagy mondták az indiánok, vagy nem mondták az indiánok, hogy ugye minden emberben két farkas lakozik, most nem tudom, hogy hol van itt képben két farkas, van egy jó, meg egy rossz, és hogy akkor melyik győzedelmeskedik, hát amelyiket eteted. Jó, de hát akkor a farkasnak minek kéne győzni, hogy egy kicsit az etetőig vissza kéne menni. Tehát az elég nagy baj, hogyha a farkas irányítja az etetőt, ugye? Nem lehet egy farkast etetni.
Tehát nem lehet a dualitásnak csak az egyik oldalát táplálni. Hogyha bármilyen dualitásba beleteszel energiát, akkor az energiát kap, és akkor az fog működni. Nézd meg azt, hogy hol teremted meg ezt a dolgot. És akkor, még akkor el tudod csípni, amikor még nem surolod az aszfaltot az arcbőröddel, hanem meg csak éppen látod, hogy hopp, egy kátyú kikerül. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Én a gyakorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert most itt a délután a második körben úgy határoztam, hogy kipróbálom a mi ez technikát, és ahogy elkezdtem, rájöttem, hogy sajnos nem figyeltem eléggé az instrukciót, és nem tudom, hogy milyen gyakorisággal kell kérdezni azt, hogy mi ez. Lehet, hogy összekeveredett bennem a mantrás technikával, és elkezdtem egy ki- és belégzésre is kérdezgetni, hogy mi ez. Aztán úgy gondoltam, hogy ez így sok lesz, tehát hogy elvitt a gondolat, hogy talán csak arra kell rákérdeznem, hogy mi ez, hogyha valamit érzek, vagy hallok. Szóval ez a kérdés. Valóban nem figyeltél jól az instrukciót. Igen, ezt bevallom őszintén. Hát az, hogy minden harmadik légzésnél kell egy transzcendentális meditációs szó, és minden negyedik légzésnél el kell mondani Petőfi Sándor anyám tyúkjából egy sort, nem kell ennyi mindent összerakni, tehát ne katyvaszoljunk. A mi ez? Nagyon egyszerű, minden belégzésnél felteszed, ugye belevezeted a szervezetedbe, beleégeted a sejtjeidbe, minden membrába, minden kicsi sejtfalba, a tükörközbe beleteszed ezt a... És akkor kilégzésre meg engeded, hogy jöjjön és menjen, ami jön és megy. Bármilyen gondolat, érzelem, értelem, crime, punishment, ami jön és megy, nem érdekel bennünket, azt keressük, ami nem jön és nem megy, ami ezt az egészet működtetés látja. Tehát ez a mi ez technikának az alapja, és az mi ez, ez pontosan ez a, na ez az, hogy mi ez. Ez a nem tudom. Tehát ez a, hogyha megnézzük, hogy mi ez, hogyha mi ez attitűddel fordulsz a bot felé, akkor ezt a gyerekek nagyon jól tudják, hogy akkora kreatív izéket tudnak összehozni, eszedbe se jutott, hogy ha becsapod a hűtőnek az ajtaját, akkor pont újra ezdül meg, hogy le tud esni, és akkor ezen lehet kacagni. Szóval ez csak frissen néz rá minden. Ez, mi ez? Ezt próbálja szolgáltatni, hogy ugye ne legyen meg az a nagyon bevett gyakorlat, ne legyen meg az a rutin, ne vesz, ne zsibbadj bele abba, hogy te már tudod, hanem pillanatról pillanatra, ha tudod is, újra éld, meg újra használd. És akkor így módon, mint az elején említettem, akár egy monoton munka is nagyon jó tud lenni, mert nem számít az, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy hogyan. Tehát milyen energiával. Ettől a pillanattól kezdve nem számít az, hogy mennyire unalmas az a munka, mert az unalmat azt te teremted. De maradjunk a mieznél. Csak maradj meg a miezbe, a tiszta, térszerű, tükörszerű mieznél. Az pont elég. Minden belégzésre. Mi ez? Minden kilégzésre. Mit tudom én? Egyéb kérdés? Opa, ott van egy. Meg aztán itt volt még egy, azt hiszem. Ha már a család és a gyerekek szóba kerültek, és a gyerekek játékai. Én ilyen elgépedve nézem mindig az unokámat, aki másfél éves, hogy milyen hihetetlenül ott van, ahol van. És én is a lányomat. És hogy ilyenkor így mindig eszembe jut, és most, ahogy hallgattam a mondataidat, hogy tudok én bármit tenni, hogy ez minél tovább így maradjon? Hogy a jelen, hogy ott tudjon lenni, ahol van? Őt megkérdezted, hogy szeretne ott lenni, ahol van? Másfél éves. Na hát ezért nem tesz fel még ilyen kérdéseket, hogy tudok bármit tenni azért. Van egy ilyen hajlamunk, hogy ha valamit megtetszik nekünk, akkor azt fixálni akarjuk. Ezért van az, hogy amiben a pillanatban azt mondja, hogy jó, de jól megy ma a meditáció, már nem megy jól a meditáció. A
A gyereknél pedig ezt észre lehet venni, ezt a flow-t, hogy tényleg benne van, már hajlamosabb rá, tehát azért ne romantizáljuk nagyon szerteszéllyel a kisgyerekeket se, azért tudnak idegesítők lenni, az viszont a mi gyakorlatunk. És nem kell őket, nem kell semmit tenni ahhoz, hogy megtartsuk őket, vagy ott maradjanak, mert akkor erőltetett lesz, viszont megteremtheted azt a teret, azt a belső teret, amiben ő jól érzi magát. Tehát a belső tér és a külső tér, hogy egyben nyílik, akkor a gyerek általában az nagyon kapcsolódik a környezetéhez, elsősorban ugye a szülőkhez. Tehát hihetetlen, hogy jaj, letesszük a gyereket, most már ne egyen, most elkezdünk enni, és akkor benne a gyerek úgy elkezdi érni, nyam-nyam-nyam, nem tudja, de mégis érzi. Tehát ő még olyan jelrendszerben érzékeli dolgokat, ez a nem tudóból. És ilyen módon lehet nagyon sokat tanulni tőle. De ez nem minden ügye, hogy legyünk gyerekek újból. Tehát miután már a gyereknek lenni azért veszélyes. Tehát az sem jó, hogy ugye a gyerek legtöbbször legalábbis attól függően, hogy mit hozott magával, legtöbbször vakmerő. És ez lehet bizonyos keretek között jó, hogy nem gyáva, de azért jó, hogyha nem nyúl bele a konnektorba. És azt is látjuk egy gyereknek a viselkedésén, hogy ahogy nő a szabadsága, tehát ahogy kimászik a kis ágyból, ahogy nő a szabadsága, megszaporodnak az, hogy nem, 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 nem. Mert muszáj, mert ahogy nő a szabadság, nő a felelősség, nő a veszély is. És ezért van az, hogy középen kell nekünk is megmaradni. És azért gyakorolunk, hogy ezt a közepet, ezt a tiszta teret tudjuk megtartani. És ezt, hogyha egy gyerekkel mi tudjuk gyakorolni, akkor ezt valószínűleg ő is jobban fogja érezni magát. És ezt nem lehet egy receptként felírni, hogy akkor most, akkor van, aki azt mondja, hogy soha nem szabad a gyereknek nemet mondani, mert az akkor tiltás, és akkor torzítja, és akkor trauma is. Nem lehet tudni, nem tudom. De ezt is csak én mondom. De minél tisztábban tudod mellette tartani a tudatodat, annál inkább látod, hogy mi vele a helyes kapcsolat, és így módon mi a helyes tanítási metódus. És hogyha megfelelő teret tudod neki biztosítani, mint ahogy egy gyümölcsfának, hogyha megfelelő napfény, megfelelő trágya, megfelelő stb., tehát a körülményeket, ahol ő tud játszani, akkor fog fejlődni. Ha nem, akkor pedig másféleképpen fog fejlődni, de hosszú távon úgy sem tudod, hogy mi lesz belőle. Csak annyit tudsz tenni, hogy most lehetőleg ebben a pillanatban a minél jobban figyelj oda arra, hogy a te kapcsolatod vele minél tisztább és működőbb legyen. Minél kevésbé projektálom, minél kevésbé olyan dolgokkal teljes, amit te hoztál, létrehoztál. Minél tisztább legyen, minél félelemmentesebb, és akkor ezt a dolgot tudod is élvezni a gyerekkel. Ezért vannak olyan nagyszülőknek például olyan jó a kapcsolata, mert ott ki van véve egy ilyen stresszfaktor, ugye, ami a szülőkre hárul, és akkor a nagyszülőknek megmarad csak az a gyerekes, és hogy csináljunk virágkoszorút, vagy menjünk el pecázni, tehát hogy tudnak kapcsolódni ebbe a tiszta térbe, mert ki van véve az a működési stresszfaktor, és ezt használt ki, mert ez nagyon, nagyon hasznos tud lenni mind az unokának, mind pedig a gyerekednek. Itt mintha lett volna még valamikor. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnék azon változtatni, hogyha nagyon szenvedek, akkor sokkal kevésbé tudok másoknak segíteni, nem tudok annyira figyelni, elfogy a türelmem, és ezen szeretnék fejleszteni. Gyakorlás segíthet ezen, hogy... Igen.
Az imént szó esett róla, hogy ugye a négy nemes igazság az a szenvedés ténye, a szenvedés oka, a szenvedés okának megszüntetése és a megszüntetés útja. Tehát, hogyha már felismered, hogy szenvedsz, akkor már elindultál az úton. Az, hogy igen, jól mondtad, hogy először a te szenvedésedet kellene valahogy megszüntetni, és utána tudsz másoknak is segíteni. Ez a klasszikus repülőben először a te arcodra teszed a maszkot, mielőtt a gyerekkel így tudsz jobban segíteni. Tehát először a saját energiáidat rendezed, először ezt a teret látod át, amit te töltesz be. És a szenvedés legtöbbször az ugye saját gyártmány. Tehát a szenvedés az nem egy külső okozat, hanem az egy külső impulzusra belül adott válasz. Egy legyártott válaszreakció. És hogyha ezt nem veszük észre, akkor a szenvedés kiváltó okát sokszor kívül látjuk például, vagy egy jelenségben látjuk, ami nem azt jelenti, hogy nem tudom én, hogy ha lábon lőnek, az akkor az kellemes. Viszont helyén kell tudni kezelni. Tehát azzal foglalkozz, amivel tudsz. Ha lábon lőttek, ellátod a sebet, minél gyorsabban ügyeletre, és nem kezded elemezni, hogy milyen szögből, hány, ugye a Buddha is mondta, hogy ha benne van nyílvessző, akkor azt ki kell húzni. Nem elemzed, hogy milyen színű a tolla, milyen hosszú, stb. De a szenvedés az hajlamossá tesz bennünket, hogy rácuppanjunk így erre a karmára, és akkor azonosulunk vele, és azt mondta, hogy ez nagyon szenvedek, ez én vagyok, azért szenvedek, mert ez én vagyok, és ezért általában valaki más hibás, mert előidézett valamiféle olyan helyzetet, amiben én szenvedek. A gyakorlat pedig ezt az ént, ezt próbálja annyira visszabontani, hogy egy picit, ami látja az ént is, és ami látja az énséget, az belekerüljön a térbe, tehát legyen egy kis teresség. Az az üresség, mondjuk, hogy teli üresség, vagy üresteliség, ez a sunyatá. Vannak ilyen fogalmak. Ezt próbáljuk középen felépíteni, például ezt a tantienben, ahol van egy energetikai, de akár súlyközpont, ezért próbálunk itt egy ilyesmit megtapasztalni, hogy akkor utána már nem lesz olyan nehéz, hogy ez a Marti Barna, ez egy miből jön létre. Ez az, amit én csinálok, ez nem egy végleges állapot, de mi az, ami ez az egészet látja és teremti. És hogy a tudatot tere egy kicsit nagyobb, mint a jelenség tere, akkor ez már annyira nem fájdalmas, mert nincs akkora súrlódás. Hogyha nagyon erős a szenvedés, ez sokszor például az ülőgyakorlat tere nem elég, hanem olyankor inkább mondjuk napi, mondjuk 108 legalább, de inkább 208-308 leborulás, úgy sokáig, tehát úgy mondjuk legalább 40-49 napon keresztül, és közben mellett utána pedig egy kis éneklés, utána egy kis üldögélés, és akkor előbb-utóbb sanszos, tehát nem garantálom én ezt, de lehetségesebb, hogy annyira rálátsz erre a szenvedésre, hogy az már észreveszed, hogy a szenvedő mi volt a te teremtményed. És akkor innentől meg egy kicsit könnyebb. Innentől ezt általában akkor tapasztaljuk például, hogyha nagyon közeli hozzátartozónk például eltávozik, vagy egy nagyon mély párkapcsolat például egyszer csak megszűnik, úgymond váratlanul, és akkor hirtelen az a virág akármennyire illatos, engem nem érdekel, mert az egész életből így kiszippantották az energiát, kiszippantották az élményt, miközben nem szippantottak ki semmit, csak én szépen így leárnyékolom magam ezektől a dolgoktól, és éppen ezért van az, hogy ilyen ma is volt egy kis séta, hogyha ilyenkor picit kimész a természetbe,
nem mintha a természet kint lenne, a természet mindenhol, tehát ez is természet, csak egy kicsit másképp. Akkor tudsz energetizálódni által, hogy egy picit ne vedd annyira készpénznek a saját szenvedésedet. Ne teremtsd, vedd észre, hogy újra meg újra sétálás közben is ezt te hogyan tudod legyártani, miközben csiripelnek a madarak, illatoznak a virágok, és te szenvedsz. Minek? Az azt jelenti, hogy nem vagy ott. Valamit oda hozol magadhoz. És ezért se ítéld el magad. A szenvedés az szenvedés. A fájdalom csak fájdalom. Fogadd el, az megtörténik. Tehát az első pillanat, hogy jó van, most ez van. Engedd meg magadnak, hogy rosszul érezd magad. Engedd meg magadnak, hogy ez most. De közben mindig láss is egy picit rá, hogy na ez most ezt csinálom, de... És tényleg egy fikarcon múlik, mint ahogy ez kicsit ilyen hisztérikusan, hogy a nevetés és a sírást, ugye nagyon, még visszatérve a gyerekeknél, egy másodperc töredéke alatt tudnak váltani. Mert egyszerűen energia, egyszerűen irány. De ahhoz, hogy ezt felismered, ezt egy picit, egy kicsi energiát fel kell gyűjteni, mert különben ugye a zátonyokon össze-vissza törik a hajót. Tehát ne akard megoldani a problémát, csak próbálj egy kis energiát, ugye tudatilag, valamilyen gyakorlatát, például erre jó a zen. Felhalmozni, és akkor már ugye egyszer csak egyszerűbbnek tűnik ez az egész. Mindenképp érdemes megpróbálni. Erre lehet úgymond a zent használni. De végsősorban ugye arra használjuk, hogy elérjük a felébredést, és minden érző lénynek segítsünk. Minden érző. És ez, vártál most ez nem látszik, de egy ilyen alszat, hogy minden érző lénynek. Neked is, neked összes érző lénynek? Igen. Mert... Hát, hogyha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen, nem? Ha azt mondod, hogy lehetetlen, na is. Az hogy lehetséges, hogy te itt ülsz? Hány milliárd évnyi energia összedolgozás kellett ahhoz, hogy te most itt leülj? Milyen meteoritból jöttek az atomjaid? Vagy honnan, hol lehetetlen? Te csak most, csak ezt a pillanatot. És akkor mindegy, hogy egy porszem vagy, vagy egy naprendszer. Van egyéb kérdés? A dualitásról szeretnék kérdezni. Nem értem ezt a szót teljes mértékben, ezért kérdezlek, hogyha egy-két példával segítenél ahhoz, hogy mélységeibe megértsem. Sokszor hallgatom a zen előadásokban ezt a szót, és én ilyen negatív dolgot sejtek ebből. Persze megnéztem az interneten, de mélységeibe nem értem. Azért kérlek, egy-két szóba ezt mondd el. A többiektől, valószínűleg nagyon kezdő vagyok, a többiektől elnézést kérek, akiknek ez természetes, de... Nem kell. Köszönöm szépen. Az, hogy beszélek, az már dualitás. Miért? Azért, mert megjelenik benne a kettő. A dualitás, az ugye a kettő benne van, az, hogy a fény és az árnyék. Például az egy dualitás. Ha ordítok egyet, akkor te azt meghallod, az is egy dualitás. Ok és okozat. Ha feldobok egy labdát, leesik. Ez a gravitáció dualitása. Tehát a dualitás az mindig egy már valamilyen irányt kapott működés. Tehát az, hogy két kezem van, az, hogy van egy erőkar, amivel ezt felemelem, ez is dualitás, mert valami valahonnan ugye van, itt van egy energia, ott is van egy energia, és ez a kettő valahogy összemozog, és akkor keletkezik. És ez megvan minden érzékben, tehát hangban, mozgásban,
az öt érzékben mindenben benne van. Te most azért látsz engem, mert visszaverem a fényt. Ha átmenne rajtam a fény, akkor nem dualitásként érzékelnél, mint amit itt végen van például, vagy végen van egyáltalán, hanem átnéznél rajtam, átlátnál rajtam. És nagyon, nagyon jó kérdés egyébként, mert mostanában hallottam pont, Ádámtól vizsgáztatott, és csomó mindent tudott a kedves vizsgázó, de eljutott egy olyan pontig, amikor azt ki kellett volna számolni, hogy 1 osztva 0,1-jel mennyi. És nem sikerült neki. És ez a dualitás is egy olyan alap dolog tényleg, hogy elsiklunk fölötte, de nagyon fontos. Tehát nagyon, nagyon fontos fogalom, és azért nehéz leírni, mert maga a fogalom is egy dualitás. Miért? Ugye a karakter, ahogy írunk, ugye van egy fehér papír, és azon megjelenik egy fekete vonal. És amilyen mértékben, amilyen arányban és amilyen módon vezetjük azt a fekete vonalat, ami a betű, vagy a karakter, az a dualitás, ugye igen, nem, fehér, fekete, világos, sötét, ezek mind ilyen alapdualitások, az fogja meghatározni azt, hogy te mit olvasol el abból a könyvből. Tehát ez az igen, nem, jó, rossz, ez a megkülönböztetés. Ez az egyik például a tudat szintek, az egyik a megkülönböztető tudat. Hogy ez akkor most jó nekem, rossz nekem. De a megkülönböztetés, az ítéletalkotás az nem ugyanaz. És bele tudunk ezért a dualitás által. A dualitás abban a pillanatban ugye, hogy egy ivarsejtből és egy petesejtből elkezd születni a gyerek, ez már eleve egy dualitásból kezd születni. A sejt elkezd osztódni, ugye? Kettő lesz, aztán még kettő, aztán még kettő, aztán még kettő, és ebből lesz a dualitás által jön létre a teremtés. Legyen az anyagi, vagy energetikai. És ez minden szinten megjelenik. Tehát megjelenik az anyagban, megjelenik a fogalmakban, megjelenik a beszédben. Viszont ez már egy teremtmény. Tehát ez olyan, mint a gomba spórája, hogy mindent belep, és szépen a színek, a hangok, ezek mind dualitás alapon működnek, mert kell valamilyen háttér, kell valamiféle működés bele. És ezért van, hogy a dualitást megpróbáljuk így visszavezetni önmaga elé, tehát a gondolkodás elő, amikor így csinálunk, hogy ez a pillanat legyen tiszta, és akkor minden csak olyan, amilyen. És akkor a megkülönböztetés az oké, hogyha jön az autó, félreállok, de nem minősítem, hogy ez a hülye autó. Dualitás nélkül a földi élet nem létezik, mint ahogy karma nélkül sem létezik. Tehát az ok-okozat az is egy dualitás. És ez nem egy negatív dolog, viszont mivel a dualitásban ezt a teremtettséget, ezt egy picit néha nehezményezzük, ezért megpróbálunk visszatérni a teremtő pozícióba, visszatérni a gondolkodás elő, a teremtés elé, ahol még nincs dualitás. Ugye amikor ürességről beszélünk, az előbb említettük üresség, teli üresség, üres teliség, azért mondunk ennyi zagyvaságot össze, amivel az ellentétek kioltják egymást, mert a dualitás egy picit ilyenkor megrogyik. A paradoxonban is megrogyik a dualitás, ugyanakkor érezzük, ugye, hogy tűzben égek, mégis vacogok, mondja Shakespeare valamelyik szonettjében, és ez a szerelem. Tehát nem ez éppen víjon volt, de teljesen mindegy. Szóval a dualitás, azt, ha jól használjuk, akkor teljesen, teljesen jól működő tud lenni, viszont hogyha eluralkodik az életünkön, és már kezébe veszi a dolgokat, akkor sodródunk, következményekké válunk, akkor nincsen beleszólásunk, még az a kicsi szabad akaratunkat sem tudjuk működtetni rendesen. És ahhoz, hogy ez meglegyen, ezért ezeket a működő dualitásokat, ezeket a kettősségeket ugye
ezeket fel kell ismerni. Tehát ugye van az a népi bölcsesség, nincsen rózsa tövis nélkül. Ugye? Rózsa, illat, tövis, fájdalom, dualitás. Ha az egyiket létrehozzuk, az árnyék is növekszik, és ezt vegyük észre, hogy így működik a dolog. És ezért akarjuk ezt visszahozni középre. Hogyha már dualitás van, akkor legyen egyensúly. Hogyha egyensúly van, akkor abból lehet egy meghaladás. Így lesz ugye az egyből és a kettőből, így lesz a megváltó három. Hirtelen ennyi jut a dualitásról eszembe. Ezt mi tesszük negatívvá, ezt a fogalmat, hogy az észrevétel helyett ítélkezünk sokszor, ha jól értettem, és az nem jó, az ítélkezés. Tehát azt, hogy dualitás létezik, elfogadjuk. Ha létrehozod, hogy nem jó, az már is nem jó, ugye? Beleesel a saját dualitásod csapdájába. Ezért van az, hogy tér vissza ide, ha éhes vagy, egyél, ha szomjas vagy, igyál, ha más éhes, adj neki enni, ha más szomjas, adj neki inni. Ha pirosat mutat a lámpa, állj meg, ha zöldet mutat, menj tovább, és kész. Egyéb kérdés? Ebben az emberi létben duális világban élünk, akkor ugye akármit teszünk, annak meg fog jelenni az ellenerője is. Hogyha ez így van, akkor hogy tudunk úgy működni, hogy ne az ellenerők kerüljenek túlsúlyba. Tehát kicsit nekem olyan, mintha egy ilyen nulla összegű játékot játszanánk, hogy elkezdünk fejlődni, és az ellenerők elkezdenek visszahúzni. Aztán valahogy nullára visszatérünk, és akkor ez oda-vissza, és mindig nullán vagyunk. Tehát ezt sokszor ott szoktam érezni, hogy mintha nem tudnék a mínuszból a nulláig sem eljutni. Hogy lehet ezt kezelni? Ha eredetileg nincs semmi, akkor hol a mínusz, hol a plusz? Ezek a gondolatok végtelenül jövő gondolatok, és azonosítod a behelyettesíted az élettel. Amikor megeszel egy vajas kenyeret, akkor az jó vagy rossz? Éhes óta megettél egy vajas kenyeret. Lehet mellé írni egy regényt, hogy milyen finom és honnan jön a vaj, és miért is jó, és hogy te érzékeny vagy, egyébként zsír jó, meg egészséges, és akkor meddig, és stb. De vegyük észre, hogy az, hogy az intellektusunkkal felszeleteljük az életet, azzal nem használunk sem magunknak, sem az életnek. Van, amikor jó, ha felszeleteljük, ugye van köztünk, hogyha jöttem, van patológus is, neki az a dolga, de azt hiszem, hogy rájött, hogy az életet, mint olyat, hogy nehéz felszeletelni. Egy testet fel lehet szeletelni, egy gondolathalmazt létre lehet hozni, de a gondolatokat, mikor elkezdjük behelyettesíteni az életünkbe, akkor ott előbb-utóbb valaki kezd szenvedni. Általában először a környezetünk, aztán meg következésképpen ugye visszahúz erőként mi is. És ugye 10 000 dharma visszatér az egybe. Hova tér vissza az egy? Nem szám, nem gondolat, akkor mi? Tehát amiket mi, mint gyakorlatot itt végzünk, azok pontosan egy olyan kapaszkodót adnak, hogy ne hozz létre ilyen struktúrákat, ahol van egy eleve elrendeltetés, hogy akkor visszahúzó erők, meg ellenerők. Az, hogy reggel fel kell a nap, és este lenyugszik, ez működés, ez dharma. Elnevezhetjük, hogy a napkelte jó, és a
napnyugta rossz, de nem. Ez csak ilyen. És ha csak ilyen megvan, akkor pontosan úgy tudunk, és akkor működni, ahogyan kell, és amikor kell. És ebben segít, hogy ne a visszahúzó erőkkel foglalkozunk, mert mikor biciklizel, akkor folyamatosan ne nyomd a féket, mert akkor sokkal nehezebben haladsz. Engedd el azt a féket, és legyen meg az egyensúly, és akkor lehet suhanni. És ugyanezen az élettel találjuk meg azokat, amikor mi fékezzük saját magunkat. Néha kell fékezni, de tudjuk, hogy hol van a fék, tudjuk, hogy hol van a gáz, és lehet, hogy ne egyszerre nyomjuk a kettőt, mert akkor szétég a motor. Ami jelen helyzetben az életünk, a tudatunk, néha szomatizálódva a testünk, stb. Stb. Tehát ezeket az akadályokat először lássuk át a működésünket, találjuk meg a nyomógombjainkat, és akkor utána használjuk a nyomógombjaikat, mert hát azokat lehet használni jó dolgokra is. És most azt mondtam, hogy jó, most megint. Ez van. Van még kérdés? Igen? Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy itt a dharmateremben én egyik elvonuláson megtapasztaltam egy nagyon mély együttérzést, ami itt a szangában megjelent, és ezt nagyon nehéz megtalálni a világban. És az lenne a kérdésem, hogy ezt a mély együttérzést, ezt hogy tudom gyakorlóként én is elsajátítani, vagy mélyíteni? Miben segíthetek? Egyéb kérdés? Mesélnél nekünk arról, hogy neked milyen volt az első zen napod? Hogy értékelnéd ezt az utat? Hogy látod önmagad most ahhoz képest, amikor elkezdted ezt az egészet? Teljesen mindegy. Nem mennék bele önéletrajzba, bár tudnék érdekességeket mesélni, mert az én tapasztalatom nem a te tapasztalatod. És hogyha minél szebb lenne az én történetem, annál kevesebbet segítene neked valószínűleg. Tehát minél érdekesebb, bár itt rengeteg érdekes történet van, Sung San Zen mesterről, meg mindenkiről, de az, hogy ki, hogyan kerül tudatosan egy ilyen gyakorlatba, egy ilyen útra, az mindenkinek a saját útja. És egyébként erről már kicsit túl sokat is beszéltem már előző dharma beszédekben, én úgy érzem, és nem hiszem, hogy hasznos lenne. Tehát érdekes, de nem hiszem, hogy hasznos lenne az, hogy egy ilyen memoárszerűen most elmondjam, hogy én, amikor még először voltam, de most már, hát most is először vagyok. És remélem, még sokszor először leszek. És egyébként pedig ehhez csak annyit fűznék még hozzá, hogy a tanító személyét a tanítással lehetőleg ne keverjük össze. Persze ideális lenne, hogy egy vegytiszta bódhiszatvát kapunk, akinek még az ürüléke is manna illatú, de ezt tudjuk, hogy nem így van. Mindenki megtesz egy utat, mindenki valahogy megpróbál a lehető legtöbbet segíteni, vagy a lehető legjobban élni legalábbis, és mindannyian folyamatosan úgy is fogunk elkövetni hibákat. Most vannak ilyen sztorik is, hogy hát, hogyha már valaki már ugye elért egy szintet, akkor már a hibái is tanítások lehet, de aki nem ért el egy szintet, annak is tanítások még a hibái. És igyekezzünk nem személyhez, semmiféle kultuszhoz kötni a tanítást, ugyanakkor, tehát megint egy paradoxon, ugyanakkor fontos a tanító személye, hogy legyen. Csak kezeljük helyén a dolgot. Tehát tanító ugye nem is bratyizós, ha mi van, bazd meg, szintű.
meg nem is az Atya Úristen, hogy jaj, akkor a lábvizedet, hogyha egy cseppet megkaphatnék belőle, és homeopátiásan használhatnám a reggeli teámba, akkor az úgy, azt hiszem, hogy az üdösség felé kitalál, a csatornákat meg tudná nyitni. Szóval kezeljük helyén, tanító, amikor tanít, igyekszik tanítani, de az, hogy a személyes, az énség attól még kell működjön, mert ugye benne van egy testben, benne van egy szituációban, és érdemes ezt a kettőt külön venni sokszor. Szerencsés, ha minél nagyobb az átfedés, de vigyázzunk. Nagyon szépen köszönöm. Kicsit a gyerekekhez térnek vissza. Én szeretnék minél több dolgot csak tapasztalni, és nem nagyon merek olyat kimondani, amit csak hallottam konkrétumokkal, hogy Waldorfba jár a gyerek, és itt antropozófia, úgyhogy az angyalok, a Jézus, a mindenféle dolog van. És én nem tudok olyat mondani a gyereknek, hogy az angyalok hozzák az ajándékot karácsonykor, vagy hogy a Jézuska hozza, mert akár vannak angyalok, akár nem ez a téma, de én nem tudok ilyet kimondani a számon. Miközben a gyereknek szüksége van mondjuk a tündérmesére. És nagyon sokszor, most már ugye eljutottunk arra a szintre, hogy érdekli. És én nem tudok mit mondani, mert nem fogom azt mondani, hogy vannak angyalok, miközben valahogy gondolom, de nem. Miközben nincsenek. De még ha én tapasztalnám is az angyalokat, valahogy nem merem azt mondani neki, hogy vannak angyalok, hanem ezt, mintha neki meg kéne élnie. De közben egy gyerek, és nem, tehát hogy tündérmese is rendben van. Ezt nem tudom én a fejemben hova tenni ezt a témakört. Ez a baj, hogy a fejedben akarod tenni. Tehát ne tedd a fejedben ezt sehova. A gyereknek lehet, hogy szüksége van arra, igen, hogy tündérmesék, angyalok legyenek, és kész. Az, hogy te ragaszkodsz ehhez, hogy már pedig mindig az igazat fogom mondani, mert csak is az igazat, hopp-hopp-hopp, ezzel neked kell szembenézned. Az, hogy a nem tudó úgyis ott lesz, mert van egy ilyen egészséges kételkedés benned, de az egészséges kételkedés mellett ott van a gyerek, aki nagyon konkrét. És konkrétan látod, mondom, hogy amennyire tudod ezt az egészet, ezt irányítsd már, mint hogy az, hogy ki hozza az ajándékot, ki nem hozza az ajándékot, hát ez a te döntésed, de lehet, hogy fogja csípni azért egy-két évig, hogy megvan ez a játék. Ezen őszintén szóval én magam is elgondolkodtam. De az együttérzés az néha felülírja ezeket az észérveket, hogy hát majd ő megtapasztalja. Igen, és az együttérzés az a gyerekkel ilyen szempontból, ilyenkor megadja neki ezt az illúziót. Akkor és úgy, ahogy kell. Mint egy tündérmese, hát ugye van az a történet az ír öreg néniről, hogy megkérik tőle, hogy hisz a tündérekben? Hát én nem hiszek, de ott vannak. Tehát szeretünk nézeteket, ideákat belevinni szituációba, amikben tulajdonképpen csak egy együttérzés kellene. És az, hogy a gyerek ebből mit csinál, hogyha ilyen nagyon szagatott szép magad, hogy már pedig én nem tudok ilyet kimondani, ezzel ezt a nem tudok ilyet kimondani, ezt a ragaszkodást, ezt tanítod a gyereknek. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de abból ez jön le valószínűleg. Az, hogy van angyal, vagy nincs angyal, azt egyik pillanatra a másikra aztán is elfelejtő, aztán revideál, aztán mondanak mindenféle dolgot, de mennyire tudsz visszamenni önmagadban és a gyerekkel való kapcsolatban egy olyan alaphoz, ahol tulajdonképpen mindegy, hogy van-e angyal, vagy nincs angyal. Hogy mindegy, hogy miben hisz, mert tehát a gyereknek ugye hiába mondod azt, hogy ha éhes vagy, akkor egyél, ha szomjas vagy, így áll. Tehát nem beszélünk így egy gyerekkel, de anyaként van egy ilyen szenzorod, biztos vagyok benne, hogy azért megérzed, hogy a gyerek mikor éhes, hogy érzi magát, de hogyha nem, akkor is ezt igyekszed fejleszteni magadban. Mert hát hatalmas para, amikor a gyerek sír, és nem tudod, hogy miért. És olyankor jelenlét kell, olyankor odafigyelés kell, olyankor együttérzés kell,
és akkor abból születik majd egy megoldás, hogy akkor most adsz neki egy kis köménymaglevest, vagy elviszed az ügyeletre. Ugyanígy, ott, abban a pillanatban te ne akar örökérvényű igazságokat és nevelési elveket betartani, mert mind a ketten szenvedni fogtok tőle. Tartsd a tudatodat annyira tisztán, amennyire csak lehet, és abból igyekez dolgozni gyerekkel együtt is. És meg fogja kapirgálni a gyerek ezeket a nézeteket, meg ezeket a meggyőződéseket, ebben biztos lehetsz. És olyan helyen, ahol nem számítasz rá. És éppen ezért nagyon-nagyon jó gyakorlat. Tehát nagyon jó lett. A gyereknevelés az egyik legjobb gyakorlat. A legintenzívebb. De ezt most magamról mondom, ugye. Tehát summa summarum, ne akarj elvekkel helyettesíteni az életet, mert nem fog működni. Irány van, gondolatok vannak, de végső soron az, hogy például ezt a konkrétumot megemlítettél, hogy akkor Jézuska hozza, vagy nem a Jézuska hozza, ez nem egy ilyen vérre menő dolog. Melyik jobb a gyereknek? Akkor is ott. Szeretnéd látni, hogy így mosolyog a karácsonyfára, és jaj, megjött a Jézuska, és aztán majd azt a Jézuska képből később majd tudsz dolgozni, mint hogy abból bizonyos együttérző, bizonyos elveket, bizonyos más dolgokat azon keresztül meg fog érteni, mint archetípus. A mesékben is ez a lényeg, hogy bizonyos olyan szélsőségesített alap archetípusok, sárkány, meg vér, meg ezek durva dolgok vannak a népmesékben, de a gyereknek mégis szüksége van rá, mert energetikailag valahol valamit tanul az élet működéséből. És ez ugye nincs annyira még lerágva, mint hogy így, hogy benyomok egy gombot, itt jön az áram, itt van a kar, itt van a fogaskerék, ez hajtja meg ezt. Egy idő után szerint, hogy mondjuk azt, hogy az élet nem így működik. Szeretjük ezt így mondani, hogy ez nem így működik. De akkor hogy működik? Tehát sokkal összetettebb annál, mint sem, hogy le tudnánk egyszerűsíteni, és ezt nem érdemes a gyerektől szerintem elvenni. Ezt a lehetőséget, hogy a dimenziókat, amennyire csak végtelennek tudja magában érzékelni, gondolni, érezni, hinni, annyira legyen az, aztán később persze majd rájön a gyakorlat, meg rájön a konkrétum, meg rájön az élet, de valljuk be azért, nekünk is segít az, hogy tehát szeretjük a meséket, szeretjük a szép történeteket valamiért. És tud segíteni a hétköznapokban. És most nem feltétlenül a szappanoperákra gondolok. Tehát erről szól a művészet, hogy valami olyasmivel összeköt, olyan láthatatlan dolgokkal, érzékelésünk fölötti érzékeléssel, valaki másnak a tapasztalat által olyan kapukat nyit meg, amit érezzük, hogy ez, mint élet, nekünk segít. És ezen keresztül mindenkinek segít. És én kívánom azt, hogy mindenki ezt a tapasztalatot, ami egyszerre egyéni és egyszerre csoportos, ez folytassa a gyakorlást újra, meg újra, meg újra szökkentse szárba, hogy úgy mondjam. És érjük el külön-külön is, és együtt is a felébredést, és segítsünk minden érző lénynek. Köszönöm szépen!